Pest is. Na itt tartottunk múltkor. Ezt itt gyönyörűségesen kimaxoltuk közepes szinten. Gondolom ezt is közepesen kéne indítanunk. És hogyha megvan, akkor a teleportation meg az artificial organs fog feloldódni, mint új szenárium. Az emberiségnek a legpusztítóbb baktériummal kellett szembenéznie. 200 millió ember halt meg. Nézzük pestisként, hogyan tudunk teljesíteni. Ez lehetne a neve, de szerintem mi jobbat is tudunk. Az a helyzet, hogy én megadom, hogy Korda Pest is, akkor hirtelen OP és Victory lesz. De most, ó, nem fér ki, hogy csak Korda Pest. Korda Pisti az még pont kifér. Oké, na hát let's go, akkor nézzük, hogy 22-es mutációval hogyan néz ki a dolog. Köszöntelek téged a Pest is szenárióban. Az a lényeg, hogy eltelt 700 év azóta, most viszont újra lecsap. Sok minden változott a világon, azt mondja. De attól függetlenül még mindig pusztító lehet. Hát például az, hogy gondolom vannak oltások ellene. Hát Szaúd-Arábia, hát miért is nem? Miért is kezdjük ott? Egyelőre tök átlagos szenáriónak tűnik, működnek a hajók, működnek a gépek, tehát hogy így már most sokkal másabb, mint az előző téglapos dolog. De itt, what? Hogyan adjuk át a Pest is emberről emberre? Atkával? Nem, gondolom ez bolha. És a szimptomok közül egy csomó ki van véve, és alapból be van téve nekik a kóma. A láz és a nekrózis. Bubonic plague. Mi az a bubonic? Ennek most utána kell kerestem, emberek. Bubós. Ez ilyen... Mit jelent? Doktor Bubós vagy? kelés, igen. Tehát talán kelésnek lehetne mondani. Hát tegyünk rá keléseket? Gennyes, véres, a növések a bubók. Fúj. De doktor Bubó akkor tulajdonképpen azt jelenti, hogy gennyes, kelés és bubó. Doktor Kenyes Gelés? Most egy gyerekkort romboltok le bennem, hogyha ez igaz. Akkor Doktor Bubó ezt jelenti? Már tegyünk a patkáira, mert hogyha már Pest is, akkor... És ott van a madár! Jó, ezt a madarra össze kell gyűjteni. Madár. Na még egy pontot kérek, és akkor lesz a madarra gyorsan. Ott is van. Tessék. Yeah. És már terjed is. Ez kellett neki. Ez kellett. De jól vagy. Itt nagyon sok minden történt. Szerintem még jobban kéne akkor erre a... Hú, de jó, négyes bolha. Ez maxul ki, mert ez itt a sajátos tulajdonság ennek a pestisnek. Tegyünk még a hidegre. Azzal rosszul nem járhatunk. És akkor erre elkezd fertőződni Afrikába. Hát nagyon jó. Eks. A Danish Mafia becoming too powerful. Danish? Mi történik ott hovexékkel? Antisocial behavior. Az emberek kevésbé akarnak találkozni, hogy mit jelent az? És tessék, Szaúd-Arábia tönkrement, plusz átmentünk Dél-Amerikába. Brazília is kapja most. És ezek a kettővízi fertőző dolog, hogy indítjuk a hajókat mindenfelé, megy most már. Szóval 6%-os a cure, és Észak-Amerika is, Japán is, mindegyik kapta. Jó, 99 ponton van, mire tegyek, mindenre tudok tenni. Madár 2 persze, nem. Genetic rehardering, miért is te? Drug resistance az nagyon jó lesz, hogyha Európában meg Amerikában vagyunk, de az 31 pont. És ráadásul most kritikus ponthoz értünk. Nem tudom, hogy mi lenne itt a jó döntés. Most tényleg ez a baj, nem tudom, mire fejleszek, mert most van sok pont, amennél már csak kevesebb lesz. Most kell jól dönteni, hogy mire menjen. Kapja meg a Total Organ Failure-t, én azt mondom. Max visszavesszük. Kérlek, Izland? Ez lezárta? Hát ez itt... Túl hamar lettek ezek lezárva. De az organ failure-rel túl halálos lett. Tehát organ failure azért nem szabad. Hát ez egy big rip. Újra kell kezdenünk, kettő ország is lezárta a kikötőit túl hamar. Bár csak be lehet nőket csapni valahogy. Lehet, hogy csak elég közepesben is megcsinálni. Nézzük meg közepesben. És túl szép, és túl szépen terjed. Ekkora különbség van a normál és a... És ott van! Megérkezett a... Izlandra is. Halott madár! Ez az! Maxos! Kapnak még Drug Resistance 2-t is. Majdnem mindenki fertőzött. Ja, az egész világa mindenki fertőzött. És megvan az organ failure, szóval most már iszonyat mennyiséggel, iszonyat gyorsasággal öli az embereket is. Most már jöhet a ciszta is, mi jön még rám? Még halálosabb. Tessék. Hol a ciszt? Köhögés és extrém erős köhögés, de nem, valami halálosabb kéne. Túl easy-be meglett. A könnyű nehézségem. Kíváncsi vagyok, hogy majd meg kell-e normálba is csinálnunk, és akkor visszatérhetünk a szenvedésbe amúgy.
Vagy azt mondja a játék, hogy figyelj, jó lesz ez nekem így is, és akkor tovább engedlek a teleportation megnézni, mert engem inkább az a szenárió érdekel, hogy az őszintét megmondjam. Victory, Korda Pupó nagyon szépen kinyírta a földet. Hát az a helyzet, hogy ez még annyira nem jó értékelés, de megnézzük. Nem engedi megcsinálni! Miért? Az állokkolni mi kell hozzá? Teleportation. Ez mi? Azt mondja, hogy fizessen bankkártyával. De mi? Ez most mennyit kell ezért fizetnem? Ez mennyibe kerül itt? Ez pay to win? Nem hiszem, hogy 350 forint? Azért, hogy jól szórakozhassak? Nem. Inkább feloljuk magunkról. Tehát közepes nehézségen kell megcsinálni? Jó, megcsinálj közepes nehézségen is. Ahaha! Bírom! Rohamot kapok! Itt fogok megdögleni! Oh, Korda! Bubó. De ez már nagyon nagy be. V2, nem tudom már kiírni. Korda, Bubó, ez... ez nem bírom. Nézzük közepes nehézségben, emberek. Ha easyben, ennyire easyben működött, akkor közepesbe is muszáj lesz. Azt a rohadt... Budget Airlines plan to remove seats for passengers. Ez amúgy real? Ezt most annak kapcsán adták be ezt a hírt a gamebe, hogy... Ugye a Ryanair azt tényleg tervezi kivenni hátulról a székeket azért, hogy több utas beférjen és így állva repülhessenek az emberek. El tudnátok képzelni azt, hogy repültök és nem ülhettek le, hanem így álltok, mint a trolibuszon, és így kapaszkodtok, és így jön egy, mit tudom én, egy, hogy hívják, amikor így, amikor interfelál a repülőgép a széllökéssel? Turbulenciának, köszi szépen. Szóval így nem tudom elképzelni, hogy így repülök. Egyébként vannak olyan rövid repülőutak, amiket kibírnék kéne állva, csak nem tudom mennyire biztonságos, meg mennyire budget dolog ez már. Például Marosvásárhelyre, amikor repültünk, ugye Erdélybe, az mennyi is repülőúttal? Egy 30 perc kb. Szóval 30 percet és simán kibírok állva egyébként. Tehát olyan volt a repülő élmény, amikor Erdélybe repül az ember, hogy így felszállsz, és már le is szálltál, mert már ott is vagy. Tehát ennyire gyorsan odaér az ember. Úgyhogy éppenséggel ott még el tudom képzelni. De mondjuk, hogyha 4 órán keresztül kéne állni. Az a baj, hogy ez így jól hangzik, hogy na hát akkor 30 perc alatt meg is vagyok, de ugye azt is hozzá kell számolni, hogy ha a repülőgép még nem tud azonnal elindulni, mert valaki késik, vagy volt nekünk olyan, hogy pont olyan havas időjárás volt, amikor mi utazni akartunk, és lefagyott a repülőgép egyik szárnya, akkor azt felmelegítették ilyen meleg vízzel, vagy nem tudom, valamivel letisztították, és addigra meg a másik szárnya fagyott le. Szóval mentek így jobbra-balra, és így mindig melegítették egyszer az egyik szárnyát, egyszer a másik szárnyát, nem tudtunk elindulni, és ott kellett ülni másfél órát, úgyhogy 30 perc is a repülőút. Most, hogyha ezt állva kellett volna még kibírni, hova repül? Izlandra kéne, hogy elrepüljön. Ott is van, el is repült Izlandra, de boldog vagyok ettől most. Júj. Aha. Na most itt elindultunk. Na most ennyi. Na most megtörténik. Ütött az órája mindenkinek. Lehet a Drag Resistance... Mondanám, hogy kettő. Legyen kettő, nem kell kettő. Madár kettő kell, ugye, mert döglött madár lesz itt a kulcsfontosságú fejlesztés. Nagyon magas madármigráció. Nekünk dolgozik a szerencse. Minden egyszerűen nekünk dolgozik. Tökéletes. Ez most nem olyan, hogy megkapjuk Svédországot, vagy valami nagyon szemét országot, vagy elkezdett tök távol kutatni tőlünk, hanem most minden kedvező. Most már csak Új-Guinea kell, és Göröni. Japán is nagyon jó, hogy megkapta. Ő is jól tud kutatni. Gyerünk, mivel lehetne még nagy bolha átugrik Grönlandra? Legyen bárány is, még több bárány. Oké. Pont ezt a hangeffektet hallottam, és kicsit fel is csesztem magamat. Köhögés. Visszavesszük, mert... Oké, Új-Guinea megkapta. Grönland maradt. Grönland? Menjél át, kérlek Grönlandra, most ezen múlik minden. Ha, 150 ponton van, ez hogy lehetséges? Ilyet még sose láttam, kimaxoltuk a max pontokat, de valami nagyon megturbózta. Hát akkor patkány, döglött madár, kérlek Grönland, please, most minden ezen múlik, ez most szerencsejáték, ilyen, de kezdve szerencsejáték lesz az egész. Grönland, gyerünk, minden megvan hozzá, maximális fertőzés csapatunk, ennél fertőzőbb nem lehetek. Gyerünk Grönland.
Gyerünk, Rölland! Még vissza kell vennem a paralízist is talán. De nem, mert az meg jó, a kiút lassítja. Hideg kettő. Gyerünk, Rölland! Gyerünk, még mindig adja nekem a lehetőséget. Mire kell várni? Mire kell várni még? Még mindig van lehetőség. Mert alig maradt kiköző. Ott! Juhú! Oké. Oké, akkor most fókuszálunk arra, hogy ki az, aki fejleszti nagyon. Norvégia, Közép-Európa. Norvégia, hát igen. Akkor viszont Kína... Igen. Hát ez. Drag Resistance. Norvégia nagyon kapja. Hú, de kapja! Úristen! Halálosítani kell. Halálosítani kell. Inflammation. Nagyon jó. 72%. Most már csak a cure-nak nem szabad, hogy beteljen. Nem tudok halálosítani jobban? Jaj, basszus, külön kell először megvenni hozzá. Jaj, ne, először ezt kéne megvenni hozzá. Ezért is rohadt nehéz. 80%, és most már csak azon múlik, hogy meghalljanak az emberek. 82%. Áááá. 83%. Ne! Minden tökéletesen összejön! Vaj, ez itt mi? Ez itt mi? Mi ez ott? Mi az ott a kis Fülöp-szigetek? Oh. Hát a Fülöp-szigetek ott maradt. Ah, emberek! Non-human infection of Philippines. Kordapupo has spread to Philippines. Mi? Átugrott valahogy csak úgy? Anélkül, hogy állatokkal? Most akartam feladni. És most ott van a Fülöp-szigeteken. Oké, van 45 pontom, ebből kell a legjobban gazdálkodni. Szóval, hogyha 20 pontért kifejlesztjük ezt, és utána pedig az organ failure-t, akkor nagyon durván elkezdjük gyilkolni őket. Amit mondjuk már annyira nem is kell durván gyilkolni őket. Mert már nagyrészt halottak. Arden Drishafel. Ez egy nagyon költséges, ez az utolsó fejlesztésem, legyen hát akkor ez. Löpszigetek, 1000, 2000. Azért is jó, hogyha én még nem organ failure-ozok, mert akkor legalább jól el tud terjedni. És meg lesz, beszarok. Gyerünk, most akartam feladni, és egyszer csak valami állati, egy bolha átugrott itt az óceánon. Vagy nem tudom, valami állat, vagy egy madár 3, madár 200 így átrepült, hogy kutykulúgy, és így átadta a fertőzést a Fülöp-szigeteknek is. Ez őrület, ez mi volt ez a szerencse, ez mi mázli volt? Kezdtük iszonyatosan bal szerencsésen, és egy ilyen irdatlanul szerencsés befejezése lett annak az egésznek. És mindegy kevesebben vannak, mint magyarok. Azt hittem... A norvégek csak 5 millióan vannak? Dánok is azt hiszem 5 millióan vannak. Azt sajnos így nem lehet megnézni, mert Germany-nek írja. Innek? Ők is csak 5 millióan vannak, én meg azt hittem Magyarország kicsi. Mennyivel jobban állnak, és... És csak 5 millió ember alkotja őket. És akkor nézzetek meg Kínát. Hihetetlen. Megcsináltuk. Ez konkrétan azt hittem, hogy ez nem fog összejönni sosem. Ez annyira lehetetlenként indult. De megvan. Közepes teljességen. Pest is.